Mi kell ahhoz, hogy egy 2000 lakosú nógrádi település fiataljai felkerüljenek egy olyan sportág nemzetközi térképére, mint a művészi teremkerékpár? Természetesen szerencse, hiszen a tanár úr, Kovács Balázs egy magyar bajnokságon találkozott először a sportággal. Ismerjük meg a fiatalok szerencsés történetét. A csapat még csak bemelegített, de a mi állunk már itt leesett. A gyönyörű sportágat Fortuna segítette a kis faluba. Én torna sportággal foglalkoztam, és kellemetlen meglepetések értek, hiszen nem jutottunk ki a úttörő olimpiára annak idején, és akkor úgy döntöttem, hogy fölhagyok ezzel a sportággal, és oly szerencsénk volt, hogy a véletlen összehozott egy nyári évfolyam találkozón volt diáktársaimmal, főiskolai találkozón voltunk, és akkor a meggyőztek erről van, hogy nagyon szép új sportág Magyarországon, ismerkedjek meg vele. Tehát itt kezdődött valahol 1998-ban. A versenyeken 5 perces programot mutatnak be, ez a romhányiaknak jól megy, 191 országos bajnokság mellett a nemzetközi versenyeken is kiválóan szerepelnek. A legbüszkébb a két junior Európa bajnoki harmadik helyezésre vagyok, hiszen két párosom is bronzérmet szerzett. Jelenleg 28 igazolt versenyző van 3 korcsoportban. Varga Csabát például 2 évig győzködte tanára, hogy érdemes kipróbálnia magát. Már 13 éve a csapattagja. Legjobb eredménye világbajnoki 8. helyezés. Először úgy voltam, hogy megtanulok egykerekezni. Ez volt egy ilyen vágyam. Aztán valahogy muszáj volt itt maradni, mert úgy éreztem, hogy ez a sport, ez közel áll hozzám. Nincs olyan pillanatom ebben a sportban, hogy unom, és ez másnál igazából előfordulhat, bármilyen sportban. Természetesen mindenki elkanászhatik egy picit. Nagyon sok múlik a szerencsén ebben a sportban, mert teljesen fit állapotban is tudunk nagyon rosszat teljesíteni. Hugyec Zsófia 13 éve gyakorolja a légies mozdulatokat. 5 évesen nyáron eljöttem egy angol táborba ide Romhányba, és egy biciklis bemutató volt. Úgy terveztük, hogy Récságra megyek tovább tanulni általános iskolába, és megláttam ezt, és tudtam, hogy én ezt szeretném csinálni, úgyhogy én jöttem egyedül a barátaim nélkül ide Romhányba, és 6 éves korom óta csinálom. Tavaly a svájci EB-n 8. lett. Úgy éreztem, hogy nem vagyok annyira felkészült, és ott mégis sokkal jobban sikerült, mint előtte bármikor. Tehát azt gondolom, hogy ott a szerencse segített. Kell hozzá szerencse, mert a versenyeken abban az adott időpontban az alatt az 5 perc alatt kell maximumot kihozni, és az egész éves munkát ez alapján mérik le, illetve az idegenpályán a csúszás körülmények, a kerékpároknak a minősége, de a legtöbb a munkából.